Mi fér bele száz évbe? Egy közösség megszületése, kálváriája és megújulása, az első cseh legionárius megjelenésének döbbenete, az anyanyelv fokozatos visszaszorulása, a visszacsatolás öröme, a deportáló vonatok hidegsége, a népviseletbe öltözött hagyományőrzők tánca, az iskolák elszlovákosítása ellen aláírásokat gyűjtő aktivisták óvatossága, a téren kulcsot csörgető fiatalok felszabadultsága, és meg annyi egyéni történet. A mi történetünk a felvidéki magyarok száz éve. A Trianont követően Csehszlovákiába került magyarságon belül két generáció váltotta egymást. A Magyarországon felnőtt, idősebb nemzedéket követték azok a századforduló környékén született fiatalok, akik már az új állam keretei között szocializálódtak. Ezek a fiatalok középiskoláikat már Csehszlovákiában végezték, és fontos megszerveződési pontot jelentett számukra a cserkész mozgalom, amelyek közül néhány már az államváltás követően is tudta folytatni tevékenységét megszakítás nélkül. Pontos pontot jelentett a fiatalok megszerveződésében a Mi Lapunk fóruma, ami egy cserkész újság volt, és Sérel Lajos Losonci tanár szerkesztette ezt a cserkész újságot. Az Új Nemzedék nem csak középiskoláit, de felsőfokú tanulmányait is az Új Állam keretei között végezte, így Brümben, Pozsonyban és Prágában folytatta felsőoktatási tanulmányait. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a Magyar közegből kikerültek ezek a fiatalok, és olyan idegen nyelvű nagyvárosokba kerültek át, ahol a tanulmányaikat már nem a saját nyelvükön, de szlovákul, németül és csehül folytatták. Ez a fiatalokat minél előbb arra ösztönözte, hogy megszervezzék magukat ezekben az új nagyvárosi közegekben. Ehhez jelentett számukra segítséget, az Egyetemisták Érdekvédelmi Szervezete a Magyar Ifjak Pozsonyi Szövetsége, valamint a Korvinia nevű Brünni Érdekvédelmi Csoport. Az ifjúsági szerveződések terén fontos fordulópontot jelentett, a MAK, a Magyar Akadémikusok Keresztény Körének a megalakulása 1925-ben, amely előbb Prágában, később pedig Brünnben és Pozsonyban is létrejött. A maknak a fiók szervezeteiből pedig megalakult 1926-ban a CSMASZ, vagyis a Csehszlovákiai Magyar Akadémikusok Szövetsége. 1925-öt követően tehát fölértékelődött az ifjúsági szerveződéseknek a szerepe a magyarság körében Csehszlovákiában, és ezt jelezte a Szent György körnek a létrehozása, mely egy öreg csoport volt Prágában, később ők is létrejöttek mind Brünnben, mind pedig Pozsonyban. Illetve a, ebből a csoportból jött létre 1928-ban a Sarló mozgalom is. Ezek a fiatalok az egységú nemzeti eskedés helyett már olyan szociális problémákra kínáltak választ, amelyet a népszolgálat jegyékben próbáltak megfogalmazni. Regős járásokat folytattak, amelyek által bejárták a csehszlovákiai magyar falukat, ahol szembesültek a magyar népnek a nyomorával is. A szociális érzékenységük elsősorban onnan fakadt, hogy a csehszlovákiai magyarság középosztályának jó része deklasszálódott, és ezek a fiatalok ebből a lecsúszott középosztályból, illetve munkás családokból és paraszti csoportokból érkeztek. A csehszlovákiai magyarság ifjúsági szerveződéseinek a legtermékenyebb időszaka egyébként pont erre az 1925 és 30 közötti időszakra tehető, erről több kortárs is így vélekedett, és mindez a Szent Györgykör öreg cserkész csapatához, illetve a belőlük kinőtt salló mozgalomhoz köthető. Az ifjúsági szerveződések ideológiai elkülönülésére is sor került az 1930-as évek elejétől. Erre a legnagyobb hatással a szocializmus volt, amelybe beletartoztak nemcsak a baloldali, de a nacionalista és a keresztény ideológiák is. Baloldali szocialista szerveződésű volt a sarlósoknak a csoportja, akik 1928-ban Gombaszögben jöttek létre, és az öreg cserkész csapatközi táboron, olyan célokat fogalmaztak meg, amely egyrészről a magyarságnak a szociális helyzetére kínáltak megoldásokat. Ezek a messianisztikus elvárások összekapcsolódtak a közép-európai vagy tunai konföderáció létrehozásával, amely pedig a kisebbségi magyarság nemzeti problémáira próbált megoldást kínálni. Vezetőjük, vezérük Balog Edgár volt, akinek nagy szerepe volt abban, hogy az 1930-as évek elejétől a csoport a kommunista ideológia felé tájékozódott, de egyébként a mozgalomhoz tartoztak még olyan emblematikus figurák is, mint Dobosi László, Jócsik Lajos vagy Szalatnai Rezső. 1930-as évek elejétől jelent meg a Prohászka körök csoportja is, amely egy prágai szerveződésű csoport volt, később ő is kiterjesztette tevékenységét Brünnre és Pozsonyra is. Ezek a fiatalok a keresztény-szocialista ideológia jegyében szerveződtek meg, és a neokatolicizmus alapján hozták létre csoportjaikat az egyetemi városokban. Fő ösztönzőjük Fischer-Kolbri Ágoston, Kassai Püspök volt, illetve a vezetés pedig Fejfer Miklós kanonok látta el. A proházkások csoportjához tartozott még Göndöcs Cvan Klászló, vagy pedig Sinkó Ferenc is. Mind a sarlónak, mind pedig a Proházkakörnek körnek fontos szerepe volt abban, hogy az újarcú nemzedéket megszervezze, illetve egy olyan kisebbségi identitást alakítson ki, amelyet sajátos módon felvidéki szellemnek nevezett. A sarlósok és a prohászkások számára is fontos volt a csehszlováki magyarság szociális helyzetének a feltérképezése. Szociográfiai vándorutakat szerveztek, és előadás által feltérképezték nem csak a csehszlováki magyar falunak a helyzetét, de a városi munkásságnak a problémáira is rávilágítottak. 1932-ben hasonló célokkal indult a Magyar Munkaközösség is, amely bár rövid életű szerveződés volt, szintén a kisebbségi magyarság szociális problémáira hívta fel a figyelmet, illetve egy kisebbségi egységfront létrehozására törekedett. Bár a prohászkások mozgalma a bécsi döntésig és valamilyen formában még ezután is működött, a Sarló 1934-es felbomlása, illetve kommunista párthoz való csatlakozását követően a szlovákiai magyar ifjúsági szervezetek terén egy nagy szellemi űr következett be, amelyet nem volt képes betölteni a később megszerveződő prágaiak csoportja sem, mint például a szécsényi Reformmozgalom vagy a Petőfi Kör.